Szeretsz drónt reptetni? Jelen pillanatban ezt még gond nélkül megteheted, feltéve, hogy sport vagy magáncélra használod a gépedet. Ha nem, akkor feltehetően törvényt szegsz. Engedélyre van szükséged, amit általában 30 nap alatt bírálnak el, miközben te épp most találtad ki, hogy holnap drónt reptetsz. Van egy jó hírünk! 2017. júliusától ez az állapot feltehetően meg fog változni. Nézzük meg, hogy amennyiben igazak a hírek, mi kell majd hozzá, hogy gondtalanul megtehesd. Ez. Meglepő, de az új törvény szerint legelőször egy asztali mérlegre lesz szükséged. Ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy kedvenc házi drónod milyen súlyú. Amennyiben 250 g alatt van, akkor nincs para, nyugodtan repteteted ezután is, ahogy csak akarod. Vagyis nem teljesen, mert csak nappal 50 méteres magasságú. Ám ha felette, akkor már vagy engedélyre, vagy jogosítványra lesz szükséged. 250 g felett, de 2 kg alatt, ugyanis a drón egyes kategóriába esik. Ekkor szükséged lesz napsütésre, hiszen csak nappal drónozhatsz. Valamint az is fontos, hogy jó legyen a szemmértéked, ugyanis nem reptetheted 50 méternél magasabbra. Ha belterületen drónozol, akkor speciális jogosítvány és engedély is kell hozzá. Szerencsére úgy néz ki, hogy ez az engedély egy telefonos applikációval is megszerezhető lesz majd. Amennyiben a drónod 2 kg-nál nehezebb, de 25 kg-nál könnyebb, akkor egyrészt profi vagy, másrészt a drón kettes kategóriába esik. Ekkor mindenféleképpen szükséged lesz jogosítványra. A harmadik kategóriába a 25 és 150 kg közötti pilóta nélküli légijárművek tartoznak, de ha ilyened van, akkor te már biztosan mindent tudsz. A törvény elméletileg idén júliusban jön, de már most sokan azt rebesgetik, hogy csak ősszel lesz végleges. Magyarországon naponta több ezer felrepülés történik, és tény, hogy ezeknek nagy része jelenleg is törvénytelen.